Üdvözlök mindenkit, aki az én előadásomat választotta. Én Csontos Balázs vagyok, a Pannon Egyetem végzős mérnök informatikus hallgatója. Az előadás 45 perces lesz, és magáról a Jomla tartalomkezelőről fogunk beszélni, valamint a Gantry keretrendszer alapjaiba fogunk betekinteni. Az előadás tartalmának része, az első részben maga a Jomláról lesz szó, vagy nemzetközi angolul Joomla, de itthon inkább csak Jomlának szokták nevezni. A második részben a Gantry keretrendszernek a rövid bemutatása fog megtörténni, és a maradék időben pedig az adminisztrációnak a gyakorlati bemutatása. Fölmerült a kérdés, hogy mi a Joomla. Egyáltalán az a kérdés, hogy használta-e valaki a rendszert? Van köztetek, aki használta? Használtátok? Igen, és oké, ott is látok ezeket. És a Gantry keretrendszert ismeri, aki használta, nem? Na, akkor ez egy jó pillanat lesz, hogy megismerjétek. A magáról a rendszerről annyi, hogy az egyik legnépszerűbb ingyenes és nyílt forrású CMS rendszer a világon. Maga a rendszer PHP nyelven íródott, és az adatok tárolása SQL-ben történik, valamint objektumorientált szemléletet követ. Saját keretrendszert használ, ez a Jomla Framework, valamint saját tervezési mintát, ez pedig a Jomla MVC. Jelenleg több mint 65 nyelven érhető el, valamint a rendszer moduláris felépítésű. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a különböző szolgáltatások önálló részegységként jelennek meg a rendszerben, és ezek külön-külön adminisztrálhatók. Ezekből 5 fajta van, ezek a komponensek, modulok, beépülő modulok, nyelvek és sablonok. A komponensek azok a legnagyobb programok, tehát ezek a legnagyobb kiterjedésű mini alkalmazások. A modulok egyel kisebb tudásúak, a beépülők azok valamilyen esemény hatására indítanak valamilyen eseményt, újabb eseményt, a nyelvek azok a rendszernek a fordításai, valamint a sablonok, tehát a sablonok azok maguk a felhasználó felületet nevezzük sablonnak, ez lehet az adminisztrátori oldalon is, valamint lehet a felhasználó oldalon is egy-egy. A bővítmények elhelyezkedéséről gyakorlatilag a rendszer úgy működik, hogy amikor létrehozunk egy menü struktúrát, egy darab menüpont meghívásakor egy komponens fog betöltődni, ez a komponens köré helyezkednek el a modulok, valamint ha aktiválunk beépülő modulokat, akkor gyakorlatilag azok is az oldal meghívásakor el fognak indulni. Maguk a bővítmények jelenleg 7826 darab elérhető bővítmény található a Jomlához, amely az extensions.jomla.org-ról érhető el. Itt gyakorlatilag kategorizálva vannak ezek a szolgáltatások, és mindenki gyakorlatilag azt tudja letölteni, amire szüksége van. Tehát aki webáruházat szeretne kialakítani, az ugye a webáruház kategóriából tud választani, aki fórumot, az fórum szolgáltatással tudja kibővíteni a rendszert. Valamint ezeknek a letöltése közvetlenül elérhető a rendszerből is, egy úgynevezett App Store jelleggel, aki belemegy az adminisztrációba, gyakorlatilag eléri ezt az oldalt, és magán a rendszeren belül is tud letölteni. A bővítmények adminisztrációja viszonylag igen egyszerű, pár kattintással fel lehet telepíteni, kezelni, és ugye el lehet távolítani. Felmerült a kérdés mindenkiből, hogy kik használnak Jomlát. Egy pár példa erejéig a Pannon Egyetem, BME, külföldről Lipton, Nintendo, valamint a Peugeot. Következő részben felmerülhet szintén egy újabb kérdés, hogy tudjuk-e tovább okosítani a rendszert. És a válasz egyértelmű az, hogy igen. Ennek a válasza pedig a Gantry keretrendszer, ez egy sablon keretrendszer, ez is szintén az egyik legnépszerűbb és nyílt forrású Jomla sablon keretrendszer. Itt a rendszer kialakításakor az volt a fő cél, hogy programozási tudás nélkül is tudják a felhasználók konfigurálni az oldaluk struktúráját, valamint kinézetét. Ez a rendszer SCSS és LESS támogatással rendelkezik, Twig alapú sablonozással, valamint YAML alapú konfigurációt takar, és ami legfontosabb, hogy ez egy építő alapú rendszer, és jár hozzá 2 darab ingyenes sablon, amit bárki gyakorlatilag ingyen tud használni.
A moduláris felépítésből adódik, hogy még az eredeti alaprendszerhez tartozó sablon, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy egy programozó megírja a felületet, és a komponens körül ugye kialakít bizonyos modulpozíciókat, és mi azokba a pozíciókba töltetünk fel szolgáltatásokat. Ellenben, aki gentry keretrendszert használ, ott gyakorlatilag nincsenek fix pozíciók, hanem mi tudjuk kialakítani ezeknek az elhelyezkedését, valamint maguknak a típusát. Tehát itt egy példán látszik, hogy így gyakorlatilag az oldal ugye egy menüből, fölött egy logó, egy két pozíció, és ezt bárki drag and drop segítségével gyakorlatilag össze tudja állítani, ahelyett, hogy a Joomlába ugye használná ezeket a fix pozíciókat, így jóval egyszerűbb maga a fejlesztés. Másik fontos funkció, amit érdemes megemlíteni, hogy az STSS felülírás egyetlen fájl segítségével történik meg, tehát lehetőség van arra, hogy egy alapsablont, ami ingyenesen jár hozzá, abból ki lehessen alakítani gyakorlatilag bármilyen sablont, és igazából ez csak annyi működik, tehát ennek csak az a feltétele, hogy egy kis jártasság ugye legyen a CSS programnyelv ismeretében. Aki ennek birtokában van, gyakorlatilag ugye a böngészőnek a rámutatás segítség, vagy elemvizsgálat segítségével ugye rá tud mutatni egyes pozíciókra, és ott magát az STSS kódot felül tudja írni azáltal, hogy belevisszük ebbe a custom STSS fájlba, de ezt majd gyakorlati részben be fogom mutatni. Hova fordulatok segítségért? Hát én jelenleg 2011 óta végzem el a Joomla magyarországi támogatását, én is fordítom, és gyakorlatilag én is tartom a kapcsolatot a fejlesztőkkel. Ez az oldal, ez a Joomla Magyarország, ez a joomlacms.hu-n vagy a joomlamagyarország.hu-n érhető el. Ingyenes fórumos segítség a per fórum elérhetőségem, valamint készítettem egy magyar felhasználó kézikönyvet, ami a per kézikönyv linken érhető el. A külföldi elérhetőség az a joomla.org, hivatalos fórum ugye forum.org, és a dokumentáció, ami gyakorlatilag mindenben segítség maguknak bővítmények fejlesztésében, valamint az alapadminisztrációban segít, az pedig a docs.joomla.org-on található. És akkor térjünk is rá a gyakorlatra. Akkor nem haragszatok, leülök, és akkor úgy egyszerűbb lesz. Szóval magának a tartalomkezelőnek a letöltése úgy működik, hogy valaki felmegy a joomlacms.hu-ra vagy a joomla.org-ra, és ugye letölt egy kész csomagot, egy zippet, amelyet fel kell tölteni az FTP-re, vagy valamilyen futtatási környezetbe, ugye meg lehet oldani, hogy saját gépen is tudjunk virtualizálni egy szerverkörnyezetet, aki például használja az EasyPHP-t vagy a WAMP szervert, ez is szintén pár kattintással fel tud állítani egy ilyen fejlesztői környezetet, ahol saját gépén tudja futtatni magát az oldalt. A csomag letöltése után gyakorlatilag csak annyi a teendőnk, hogy az FTP-re feltöltjük a fájlokat és meghívjuk az index.php-t. Gyakorlatilag onnantól kezdve egy öt oldal, tehát gyakorlatilag csak kattintás alapú az egész, és egyszerűen föl lehet rakni. Maga az adminisztrációt azt úgy tudjuk elérni, hogy az oldalunk neve mögé beírjuk, hogy Administrator, és ott, ha belépünk, akkor gyakorlatilag a vezérlő pult fogad majd minket. Itt gyakorlatilag moduláris, tehát ide is be tudunk állítani csomó mindent. Alapesetben ugye bejelentkezett felhasználók, legnépszerűbb cikkek, hozzáadott cikkek, stb. Tehát itt egy alapadminisztrációs felület fogad minket. Itt fontos megemlítenem, hogy a régebbi verziók nem tartalmazták, de az újabb verziók már benne van a valós idejű frissítés megjelenítés. Ez annyit takar, hogyha olyan bővítmény, amely használja a frissítési oldalak nevű szolgáltatást, vagy az alaprendszer, akkor maga a rendszer jelezni fog nekünk, hogy egy újabb bővítmény, vagy az alaprendszerhez frissítés érhető el, és
erről e-mailes tájékoztatást is fogunk kapni. Itt, ha ugye rákattintunk, akkor gyakorlatilag meg fog jelenni majd, hogy ha az internet is engedi, tehát hogy meg fog jelenni, hogy ugye ez a Content Social nevű bővítménynek jelent meg egy frissítése, amit gyakorlatilag egy kattintással tudunk frissíteni, kijelölés és frissítés segítségével. De térjünk is vissza a legelejére. Fölül találhatók ugye az adminisztrációhoz szükséges menüpontok, tehát itt igazából ami a rendszerfülön, ami legfontosabb, aztán a globális konfiguráció. Itt magát a rendszernek a paramétereit tudjuk megadni. Ugye itt a keresőoptimalizálási beállítások, süti beállítások, metaadatok, stb. Ugye társíthatunk különböző szerkesztőket, azokat ki tudjuk választani, hogy melyik nekünk az alapértelmezett, valamint ugye captchát is tudunk használni, abból is ugye többféle elérhető a bővítménytárba, tehát gyakorlatilag bármelyiket tudjuk használni. A rendszerfülön gyorsítótárbeállítások, hibakeresési beállítások, a kiszolgálófülön az adatbázis elérés, valamint a levelezés beállításokat tudjuk beállítani. Az engedélyek pedig maga a jogosultság kezelés, ugye itt szintén ez egy az újabb verziókban érhető el, egy ilyen teljesen kiterjedt gyakorlatilag engedélybeállítás. Szóval gyakorlatilag meg tudjuk azt oldani, hogy ha szükségünk van arra, hogy különböző csoportok csak bizonyos komponenseket érjenek el, tehát meg tudjuk oldani, hogy valaki csak a cikk komponenseket érje el, és ő gyakorlatilag az ő csoportjának a jogosultsága csak annyi, hogy tartalmat fog felvinni az oldalba, és semmilyen más részegységet nem fog elérni. Ezzel szemben ugye a régebbi verziókban ez nem volt lehetséges, de az újban már igen. A következő fő fül az a felhasználók. Gyakorlatilag itt történik maguknak a regisztrált felhasználóknak a kezelése, adminisztrálása, törlése. Itt különböző csoportokat hozhatunk létre, amelyekhez különböző felhasználókat társíthatunk, valamint hozzáférési szinteket adhatunk meg, és gyakorlatilag, amit az előbb is elmondtam, itt paraméterezhetők a hozzáférések. A következő főbb rész az a menük. Itt tudunk létrehozni menüpontokat. Na most itt be is fogok menni egybe. És ugye, amint már az előbb említettem, ez gyakorlatilag úgy működik, hogy egy menüpont létrehozásakor egy darab komponens típusú bővítményt adunk, társítunk hozzá. Tehát itt látszik is, hogy az első kiemelt cikk, ami főoldal, ugye ez egy kiemelt cikkek típus, tehát itt minden olyan tartalom meg fog jelenni, ami kiemelt, tehát minden olyan cikk meg fog jelenni, ami kiemelt cikk típus, és ugye egy ilyen komponens, ez különböző modulokat tudunk hozzá társítani, tehát gyakorlatilag így áll föl egy oldal. Következő fő rész az a tartalomfül. Itt magának a rendszernek, nem tudom, látható? Nem? Hát tudom, nem. Jó. Tehát a következő fő rész az a tartalomfül. Ugye magának a rendszernek a fő tartalmi része az az úgynevezett cikkezelő, tehát úgynevezett cikkeket tudunk létrehozni, ezek különböző szöveges tartalmak, vagy multimédiás tartalmak, gyakorlatidejét bármit be tudunk illeszteni, és ezeket tudjuk csoportosítani, kategorizálni, most mindjárt egybe be is fogok lépni, és megnézzük, hogy milyen beállítások vannak itt. Tehát egy cikk létrehozásánál ugye bejön a szerkesztőfelület, ez például, amit én szoktam használni, ez az Arc Editor, tehát itt akármelyiket lehet használni, ugye, ami elérhető. Maguk a cikk típusnál ugye kategorizálni lehet, meg lehet adni a hozzáférést, csinálhatunk, hozzárendelhetünk nyelveket, tehát ugye aki több nyelvű oldalt akar létrehozni, az párhuzamosan ugye az adott nyelvhez hozzátársítva létre tud hozni több nyelvű oldalakat, címkéket tudunk hozzáadni, és ami még fontos megemlítenem, hogy van benne verziókövetés, ez is az újabb verzióktól került be a rendszerbe, tehát meg tudjuk adni a beállításokba,
hogy hány verziót tároljon el az adott cikkből, így gyakorlatilag olyan kinézete, mint a Wikipédiának, tehát vissza tudunk menni egy előző verzióra, vagy lementhetjük az aktuális verziót, tehát gyakorlatilag elég sok lehetőségünk van az adminisztrációra. Akkor ha visszalépve... Következő fő rész ugye ez a komponensek, itt mindjárt átlépek egy demo részre. Ugye ezek a fő média, fő mini alkalmazások, a rendszerhez gyakorlatilag jár pár darab, ugye van a címkék, itt a különböző tartalmaknak a címkéit tudjuk kezelni, hirdetések, ugye itt hirdetéseket tudunk létrehozni és ki tudjuk tenni modulba, valamint ezeket tudjuk adminisztrálni, vannak a hírcsatornák, az intelligens kereső az a hagyományos keresőnek egy bővített verziója, a Joomla frissítése, avval tudjuk az alaprendszerünket frissíteni, szintén egy kattintással, ugye ez a régi verzióknál szintén probléma volt, hogy nehézkes volt a frissítési mechanizmus, ezért sokan nem is tudtak, ugye nem is kaptak értesítést alapból, hogy frissült a rendszer, ráadásul nem lehetett két kattintással gyakorlatilag befrissíteni, és sok probléma volt ebből, hogy sokak régebbi verzió maradtak, és ezáltal feltörhetővé vált a weboldaluk. A következő rész a kapcsolattartók, ugye itt egy kapcsolattartó rész van, ahol létrehozhatunk különböző űrlapokat, ahol kapcsolattartók gyakorlatilag adminisztrálhatók, egy keresés rész, telepítés utáni üzenetek, ez gyakorlatilag egy ilyen sima értesítés, ami az adminisztrációban érhető el, ahol a fejlesztők tudnak valamilyen fontos üzenetet megadni a rendszerbe, például egy kritikus rendszerfrissítésnek a leírását meg tudják jeleníteni a vezérlőpulton. Az átirányításnál ott például, ha különböző URL-eket tudunk egymásra átirányítani, és ezeket tudjuk menedzselni, az üzenetküldés pedig egymásnak tudunk üzeneteket küldeni, ez csak adminisztrált, tehát csak admin felületen érhető el. Következő fő rész az a bővítmények, ugye itt gyakorlatilag tudjuk bővíteni a rendszert, tehát amit ugye a extension.yomla.org weboldalról letöltünk, ott zip file-ba fognak letöltésre kerülni ezek a mini alkalmazások, és igazából csak annyi dolgunk van, hogy a csomagfájlt feltöltjük és feltelepítjük, és miután feltelepítettük az adott bővítményt, utána ez a komponens részben, vagy a modul részben meg fog jelenni, attól függ, hogy milyen bővítményt töltöttünk le. Most ezeknek a bővítményeknek a menedzselése szintén két kattintásos dolog, tehát itt tudjuk kezelni, törölni, adminisztrálni. A bővítmények részben ugye a modulok kezelésének szintén van egy külön adminisztrációs része, ahol ugye a komponensek mellé tudunk létrehozni bizonyos tartalmakat. Itt, ha most például rányomunk az új gombra, akkor a feltelepített modulokból kiválaszthatunk egy sajátot, és viszonylag elég sok települ ugye az alaprendszerhez, meg amennyit ugye feltelepítünk, és ha például most kiválasztok egy egyéni HTML-t, akkor itt meg tudom adni, hogy az az adott tartalom hol jelenítődjön meg a weboldalamon. Ugye ez az alaprendszernél ugye az a probléma, hogy fix pozíciókkal dolgozik, tehát nem minden esetben tudja a felhasználó azt, hogy melyik pozícióba tegyet, erre külön egy oldallal le lehet kérni, de ugye ha a gentry keretrendszert használunk, amire mindjárt rá fogunk térni, akkor ugye mi hozhatjuk létre a szekciókat és azon belül a pozíciókat. Tehát a modulok felvétele gyakorlatilag itt úgy működik, hogy megadunk egy címet, kitöltjük az adott tartalmi részt, tehát ide beteszünk valamilyen multimédiás tartalmat, majd kiválasztunk egy adott pozíciót, ugye itt már vannak készen definiálva, és azt kiválasztjuk, ugye, amelyiket meg szeretnénk jeleníteni. Ami még itt fontos megemlítenem, hogy be lehet állítani, hogy melyik menüpont esetén jelenjen meg, tehát lehetőség van az, hogy adott modul
az összes oldalon, vagy egyik oldalon se, vagy csak bizonyos kijelölt menüpontokba jelenítődjenek meg, tehát ezeket is könnyedén tudjuk menedzselni. Akkor következő részünk az maga a gantry keretrendszernek a bemutatása lesz. Ezt, tehát amikor feltelepítjük a gantry keretrendszert, egy hagyományos bővítményként kell feltelepítenünk, valamint mellé kell telepítenünk egy ingyenes sablont, és miután ebben megvagyunk, akkor a bővítmények, sablonok, stílusok részben ugye elérhetővé fog válni ez a sablon. Itt jelen esetben a hidrogén nevű sablon került feltelepítésre. És ennek az adminisztrációja itt található. Tehát alapesetben lehetőségünk van itt különböző színkombinációk megadására, amit nem nekünk kell definiálnunk, tehát különböző arculatok vannak, és ezeket külön tudjuk még úgy megadni, hogy nem kell külön kódot írnunk, tehát ha például a header részt mi magunk is tudjuk definiálni, headernek a háttérképe ugye milyen színű legyen. De ami érdekesebb ennél is, ugye az az elrendezés fül. Elvetés. Tehát ez gyakorlatilag a rendszernek az alapja. Ugye itt különböző szekciók láthatók, ez a header, navigation, showcase, stb. Ezeket mi is hozzá tudjuk adni, viszonylag nagyon egyszerűen. Gyakorlatilag egy szöveges fájlt kell megadnunk, és minden sor az egy darab szekció lesz. És ez annyiban jobb, hogy itt gyakorlatilag moduláris az egész, tehát ha például én a headerbe szeretnék egy gyomlacikket, akkor szimplán csak behúzom, és akkor ott egy gyomlacik fog megjelenítődni, ha pedig nem szeretném, akkor csak simán kiveszem. Bal oldalt látszódnak ugye a különböző részegységek, amiket bele tudok emelni. Tehát itt vannak pozíciók, meg tudok adni modulpozíciókat, tudok adni üres helyet, különböző tartalmakat, valamint ugye a gantry keretrendszerben van lehetőség különböző építő elemeket hozzáadásra, ami nem gyomla alapú, tehát ugye ezek is külön telepíthetőek, ugye adhatunk dátumot, gyomlacik, logó, stb. És gyakorlatilag mi tudjuk összeállítani az weblapunkat, hogy különböző pozíciókba különböző tudású építőelemeket rakosgatunk, és ugye ezeknek például a méretét itt az adminon belül is meg tudjuk határozni, tehát mit tudom én, az alsó menü mellé szeretnék egy logót, akkor ugye meg tudom adni, hogy az a logó rész, az gyakorlatilag ne 50%-os szélességű legyen, hanem mondjuk legyen csak 20, és akkor a maga a menü rész pedig a maradék 80%-on fog osztozni. Amit még fontos itt kiemelnem, hogy aki gantry keretrendszert használ, az már alapból responsív sablont kap, tehát amikor ezt használjuk, ezt a rendszert használjuk, akkor ugye a tábla nézeten és meg a mobil nézeten is megfelelően fog megjelenítődni a tartalmak. Ezt külön tudjuk egyébként menedzselni. Van egy mobil menü, ami kifejezetten csak a mobil részen fog megjelenítődni, valamint meg tudjuk adni az egyes építőelemek tulajdonságai között, hogy bizonyos osztályok megadásával, hogy az egyes modulok milyen szélességi konténerekben jelenítődjenek meg, tehát meg tudom paraméterezni azt, hogy bizonyos tartalmak csak mobil nézetben vagy tábla nézetben jelenítődjenek meg. Jó, akkor nézzük meg ezt a CSS felülírást. Tehát nem tudom, hogy mennyire vagytok jártasak ebbe, tehát ugye ha valaki a böngészőjébe egy jobb klikkel kér egy elemvizsgálatot, akkor gyakorlatilag utána rá tud mutatni a bizonyos modul pozíciókra,
és ki is, meg is bírja nézni ugye a tulajdonságait, tehát ha mondjuk én ezt kijelölöm, akkor látom, hogy ez a navigation szekciónak a tulajdonságait bírom lekérni, vagy itt van például ez a showcase rész, de mehetek tovább is. És gyakorlatilag csak annyi a dolgunk, hogyha ezt át akarjuk színezni, vagy adni szeretnénk más tulajdonságot neki, hogy ki kell jelölnünk az adott pozíciót, és meg kell néznünk, hogy milyen azonosító vagy osztály tartozik hozzá. És ugye itt látszik, hogy ez a background rész, ez egy zöld tulajdonsággal bír. Na most én itt már elkészítettem egy próbát, ugye ez a navigation részt írtam át más színűre, és ugye ez egy custom CSS file, ha ezt mentem, akkor gyakorlatilag ez fog felülíródni minden esetben, és most ugye ha nyomok rá egy frissítést, akkor látszik is, hogy piros lett. Tehát ugye itt látszik a kódban, hogy én már felül is írtam. És ebből a módszerrel gyakorlatilag, aki ügyes, bármilyen weboldalt tud készíteni az alapsablomból. Mindjárt mutatok is egy példát, tehát például ez a pmr.hu, az egy szimpla hidrogén, tehát amit itt láttok, szimpla hidrogénből lett készítve, és gyakorlatilag ez csak CSS felülírással történt, tehát igazából szinte korlátlanak a lehetőségek, és nem arról van szó, hogy különböző PHP fájlokba kell nyúlkálni, meg végeláthatatlan CSS fájlokat kell módosítani, hanem itt egy darab fájlt kell módosítani, és ugye ha valaki felülírja ezeket a megfelelő azonosítókat vagy osztályokat, akkor szinte bármilyen weboldalt létre tud hozni. És ugye ezt a műveletet végig víve, ugye szépen mi is kialakíthatjuk, ugye ha a Gantry keretrendszerbe ugye először megdefiniáljuk, hogy hogy nézzen ki maga az oldalstruktúránk, tehát ugye kialakítjuk, hogy legyen egy menünk, legyen egy logónk, legyenek oldalt, modulok, stb. És utána pedig ugye CSS-be vagy SCSS-be ezt átdefiniáljuk a tulajdonságait, akkor végül is bármilyen weboldal építhető ennek a segítségével. Amit még egyébként érdemesnek tartom megemlíteni, hogy lehetőség van úgynevezett sablon felülírásra is. Tehát ugye vannak a Joomla-ban a komponens típusú bővítmények, és azok MVC tervezési mintában kerültek leprogramozásra. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy külön van a modell rész, a controller rész és a view rész, és lehetőségünk van arra, hogy a view részt felülírjuk szintén sablonból, tehát ez arra ad lehetőséget, hogy ha van egy olyan komponensünk, aminek például nem tetszik a kinézete, akkor gyakorlatilag az van lehetőség ennek a felülírására, ez pedig szintén a bővítmények sablonok részben található, és itt, ha kiválasztjuk a feltelepített sablonunkat, akkor láthatjuk, hogy milyen bővítmények vannak, amelyek támogatják ezt az úgynevezett felülírást. És ez már egy picikét magasabb szint, de akit érdekel, most elmondom. Ugye itt van lehetőségünk különböző modulok és különböző komponenseknek a view részének a felülírására. Ez annyiba segít, hogy amit már előre megírtak PHP-ben, és nem tetszik nekünk a kinézet, abból készít egy példányt a sablonunkba, és a HTML mappába ugye pontosan ide készít egy példányt, és ha ezt a példányt módosítjuk, akkor mindig ez a példány kerül felülírásra, és mindig ez a példány fog elsőként lefutni. Tehát ez annyiban jó, hogy az alaprendszer módosítása nélkül tudunk bővítményeket módosítani, tehát a bővítmények nézeteit így tudjuk módosítani, ezáltal maga a bővítmény továbbra is frissíthető marad,
és nem történik az, ugye, hogy felülírunk valamit, és frissül a dolog, és utána ugye elvesznek a felülírásaink, és kezdhetjük gyakorlatilag a munkát előről. És így gyakorlatilag a moduloknál van ilyenre lehetőség, valamint a komponenseknél. Nem tudom, van-e kérdés közben? Bele tudnám menni egy ilyen jóba. Jó, oké. Tehát most létrehozhatok egy példányt. Tehát mondjuk legyen a com content, és akkor itt gyakorlatilag itt vannak a, ugye itt külön ki van listázva, hogy cikk nézet, kategóriák nézet, kategória nézet, kiemelt cikk nézet, form nézet. Most ha itt például kiválasztom, hogy article, ugye ez egy sima cikk nézetet fog fölülírni, tehát abból fog egy példányt csinálni, és amint ez megtörtént, itt látszik is, hogy gyakorlatilag itt a HTML mappába létre is hozta, és akkor ugye, aki ebbe belemegy, az gyakorlatilag ebből ezt a példányt már tudja módosítani, anélkül ugye, hogy az alapot felülírná. Ez lenne a view része? Igen, ez a view része, igen. Tehát itt láthatók is a kiiratások, stb. Tehát igen. És akkor ugye gyakorlatilag csak ezt kell felülírni, és akkor már is tudunk saját nézetet adni az egyes bővítményeinknek, tehát nincs másra szükségünk gyakorlatilag. Mondjuk ehhez kell, hogy ugye MVC-be legyen megírva maga a bővítmény, de ez manapság már azért elvárt, hogy ilyen típusban legyen. És igazából ebből, igen, tehát ugye aki saját weboldalt szeretne, és picit ért ugye ez a CSS-hez vagy az HTTPS-hez, akkor gyakorlatilag ebből a két módszerrel bármilyen weboldalt létre tud hozni, bármilyen kinézettel. Ugye, ha például valakinek szüksége van további funkciókra, amit még itt fontosnak tartottam kiemelni, ugye a JED-ről gyakorlatilag bármit le tud tölteni. De akkor meg is mutatom, hogy ez hogy néz ki, tehát ha betölti. Jó, tehát most még igazából nem állt össze. Tehát itt különböző kategóriák vannak, és például aki mondjuk például képnézegetőt akar, akkor ugye rámegy a fotózra és letölti, vagy aki, mit tudom én, közösségi megosztást, tehát itt végül is elég sok lehetőség van, ugye majdnem 8000 bővítményről beszélünk. Itt egyébként fizetős bővítmények is vannak, ingyenesek is vannak. Amit még érdemes itt figyelembe venni, hogy a bővítményeknél ugye érdemes megnézni az értékelést, ugye azt érdemes használni ugye értelemszerűen, ami jó pozitív visszajelzést kapott. Valamit, ami még másik fontos, hogy azt is érdemes figyelni, hogy mindig olyan, vagy ajánlatos olyan bővítményt letölteni, ami támogatja a Joomla-nak ugye ezt a beépített frissítő rendszerét, mert igazából csak akkor kap értesítést a frissítésről, ha használja ezt a szolgáltatást. Na most, ha nem használja, akkor nem fogunk tudni figyelmeztetést kapni, hogy elavult egy verzió, ezáltal megint ugyanott vagyunk, hogy használunk egy elavult verziót, és lyukas az egész rendszer, és ezáltal ugye fel lesz törve. És igen, tehát ugye ez a 8000, és bármit ki lehet belőle alakítani, tehát aki webáruházat szeretne, ugye feltelepít egy webáruház komponest, itt Joomla esetében ez a VirtualMart az egyik legnépszerűbb. Ugye, aki ezt feltelepíti, az végül is teljes értékű webáruház komponenst, tehát gyakorlatilag webáruházat fog kapni, és teljes értékűen tudja használni. Ugye ezekhez vannak magyar fejlesztésű modulok, ugye van kártyás fizetés, pikpak.com,
Foxpost, stb. Tehát ez is elérhető. Aki mondjuk például fórumot szeretne, ugye az értelemszerűen egy fórumkomponens telepít fel, és akkor használhatja az egész oldalát mondjuk fórumként, de például használhatja ezt plusz funkcióként is. Itt egyébként a támogatói oldalon, ugye itt aki ezt követi, ugye napra készen kapja a híreket, ugye van egy Facebook csoport is, azt is el tudja érni. Itt aki most ismerkedne még a rendszerrel, az igazából itt az első két menüpontot javaslom, ugye itt részletes leírást fog kapni, hogy mi maga a jomlatartalomkezelő és mi a gantry keretrendszer, valamint akik szintén most ismerkednek a rendszerrel, annak a kézikönyvet javaslom, tehát itt tematikusan végig van vívve mindenre, amire szüksége lett az embernek. Tehát első lépések, beállítások, telepítés, ugye a megjelenítés rész, maguk a felhasználók, tartalomkezelés, tehát minden elérhető. A letöltések részben ugye a telepítő csomagok érhetők el szintén Jomlára és Gentry-re, valamint fenn vannak a magyarítások is. Itt Gentry-t is le lehet szedni, meg magát az alaprendszert is, de aki például először telepíti a rendszert, föl fogja ajánlani, hogy magyar nyelven is tudjon, tehát maga a telepítő tud magyarul is, tehát nem kell külön angolul végvinni, és utána pedig lehet telepíteni rá bármilyen nyelvet, amit kiválasztunk. A fórum részen pedig gyakorlatilag itt kategorizálva van egy ilyen segítő rész, tehát aki esetleg elakadna, vagy bármilyen témában segítségre szorul, itt szintén tematikusan vannak válaszok, és itt egy viszonylag aktív csapat segíti a kezdő és haladó felhasználókat, tehát itt nyugodtan tudtok segítséget kérni, általában itt többen szoktunk segíteni. Viszonylag sok téma van, tehát ugye itt már évek óta felgyűlt egy olyan tudásanyag, aki szívesen használna a rendszert, az valószínűleg meg fogja találni a kérdéseire a választ. Nem tudom, van-e még esetleg kérdésetek a rendszerre kapcsolatban? Igen? Igen. Lehet a más? Lehet. Tehát MariaDB is van, de megmutatom mindjárt a tehát ez egy jó kérdés, mindjárt rátérünk. Ugye, ahogy a rendszer fejlődik, mindig egyen magasabb verziókat kér. Tehát jelenleg, ahhoz, hogy telepíteni tudjátok, PHP-ből 5.6, minimum 5.6, vagy most már ugye az tehát az 5.3 az gyakorlatilag csak azért van odaírva, hogy azon még éppen elfut a rendszer, de semmiféleképpen nem ajánlott. Ami ajánlott, az az 5.6 vagy a 7-estől fölfele, ugye támogatja a PHP 7-et. Akkor MySQL, PostgreSQL, sima SQL Server, tehát itt látható, hogy ezeknek a verziókban mi az, ami minimum és mi az, ami ajánlott. Ugye értelemszerűen a legfrissebb verzió az, amit érdemes használnotok, a minimumot azt annyira nem javaslom. Általában van olyan bővítmény, ami azt mondja, hogy tehát például használni akarsz mondjuk egy fórum komponenst, és azt mondja, hogy ő nem fog feltelepülni 5.6-os PHP alatt, tehát ezáltal is így meg van szorítva az ember keze, hogy ne használjon elavult szoftvereket. Tehát jelenleg ez a három, ami biztosan elfut. SQL Server, az a Microsoft SQL Server. Igen. Igen, az a Microsoft SQL Server, igen. Alapűrlapkezelés, van-e benned? Tehát magyarán az ember például adatfelvételt szeretne megvalósítani rajta. Látni, hogy ez az, amit egyszerűen is adatokat szeretnék, ahhoz, mint egy sablon vagy bármilyen egy rendszerbe, hogy űrlapokat hozhassak létre, azt mondjuk egy ilyen SQL-be le tudjon tárolni. Van lehetőség. Az alaprendszer ugye, ha most ugye, ha nincs kifejezetten tipikusan olyan elképzelés, hogy ez egy kapcsolatűrlap legyen, ugye kapcsolatűrlap tartalmaz, maga a kapcsolatok komponens ugye tartalmaz mezőket, és azokat ugye lehet használni, de az alaprendszer ilyen szempontból ugye szintén, mivel moduláris, így ki lehet bővíteni. Amit javasolni szoktam, és azt végül is be is tudom mutatni, tehát az egyik ilyen űrlapkezelő, ez a JSN Uniform,
és ez is szintén moduláris, ennek van fizetős és ingyenes verziója is, de amúgy, ha érdekel, vannak ingyenes alternatívák, és ugye ebből ki tudod így okosítani a rendszert. Tehát gyakorlatilag ez az űrlapkezelő úgy működik, hogy kérek egy üres űrlapot, és szintén hasonló módszerrel, mint a Gantry-be, ugye én állítom össze magát az adott űrlapot ugye a kész részegységekből, de mindjárt akkor meg is mutatom. Tehát itt van egy design rész, és itt látszódnak különböző, tehát szintén mint a Gantry-be, ugye különböző konténereket tudok hozzáadni, és ha úgy látom, hogy ugye elég a konténer szám, akkor a plusz gombbal ugye még tudom osztani, felezni, tehát itt is tudom a szélességgel, tehát gyakorlatilag itt is szinte korlátlan a lehetőség, és amint ugye kész vagyok ebből a struktúrával, van egy ilyen rész, hogy mező hozzáadása, és akkor itt különböző kész űrlap elemekből tudok választani. Mit tudom én, szükségem van egy névre, akkor ugye adok neki egy név címkét, és akkor gyakorlatilag már meg is vagyok. És szépen így végig lehet vinni, ugye itt térképtől kezdve e-mailig gyakorlatilag bármilyen űrlapot össze lehet dobni, és szinte korlátlanak a lehetőségek, ugye, és akkor ennek az elrendezése, tehát bármit file feltöltéstől kezdve, szinte bármilyen űrlap, amit létre tudsz hozni, tehát nincs nagy megkötés. Ugye ez egyfajta szoftver, van más fejlesztőknek is, nagyobb tudás, kevesebb tudás, tehát igazából itt mindig az a szűk keresztmetszet, hogy akarsz-e fizetni vagy sem. Ugye az ingyenesek kevésbé profik ilyen szempontból. Ennek a verziónak ugye ez egy fizetős verziója, az ingyenes az ugyanígy néz ki, csak limitálva van, tehát annyiban limitált, hogy nem maximum 300 űrlapot képes eltárolni. De ha mondjuk megvásárolod a Pro verziót, akkor korlátlan ideig használhatod bármennyi weboldalon, és gyakorlatilag bármennyi űrlapot össze tudsz vele kattintani. Ezek az űrlapok egyébként kilistázhatóak, tehát mit tudom én, ha valakinek arra van szüksége, hogy mondjuk túraszervező és fel akar vinni neveket, és egy menüpontba ugye gyakorlatilag, mivel ez egy komponens, csak annyi a dolgunk, hogy egy menüpontba ugye beillesztjük ezt a JSN uniformnak a view részét, tehát ugye kiválasztjuk ezt a típust, és onnantól kezdve, miután meghívjuk azt a menüpontot, ki fogja listázni nekünk ugye a feljelentkezett túrázókat, és akkor végül is erre is van lehetőség, hogy ezt meg tudjuk jeleníteni, de ezt az űrlapot, amit elkészítünk, ugye be tudjuk tenni modulba, be tudjuk tenni cikkbe, komponensbe, tehát szinte végtelen lehetőség, amit itt megbírunk vele oldani. És ugye azon felül, hogy így fogd és vidd el, gyakorlatilag bebírjuk rakni, különböző skripteket is tudunk, tehát aki egy kicsit jártas a PHP-ban, ugye az űrlap feldolgozásánál, meghívásánál adhatunk hozzá JavaScriptet vagy PHP-t, valamint tudjuk azt is paraméterezni, hogy ha például mi történjen akkor, ha valaki beküld egy űrlapot, ugye akkor meg tudjuk adni, hogy kinek menjen e-mail, menjen az adminisztrátornak e-mail, ha megy e-mail, akkor kinek, milyen tárgya, stb. Valamint van ilyen, hogy beküldés utáni művelet, tehát például meg tudjuk köszönni, vagy azt is tudjuk mondani, hogy fusson le egy ilyen funkció, vagy egy olyan funkció, tehát végül is nagyon sok lehetőség van ebbe a dologba. Van esetleg még kérdés? Igen? Ezt a CMS rendszert így kontextbe rakja a WordPress-el, vagy más ilyen rendszerekkel, tehát meg tudom, próbáltad-e már, vagy mennyire vagy járatosabban. Igen. Mivel tudnád ezt reklámozni, mondjuk, hogy... Mármint, hogy mivel jobb, mint egy WordPress? Hát, hogy jobb, hanem, hogy kinek ajánljad, vagy mi a specialitás. Aha. Tehát igazából ez olyan, hogy régen ugye a WordPress az inkább ilyen blogra ment rá, és onnan fejlődött ki, hogy ugye itt is lettek ilyen moduláris bővítmények, és gyakorlatilag a három rendszer az most jelenleg olyan szinten van, hogy szinte lefedik. Tehát inkább ez már csak ilyen vallási rész, hogy na én csak WordPress, te Joomla, te Drupal, de gyakorlatilag mindent meg lehet oldani. Annyi, hogy
ezek a komolyabb, tehát én ahogy amit tapasztalok, ugye én inkább ebben a Joomla-s részben nézem, tehát hogy a fejlesztők, ugye a Joomla fejlesztők, azok nyitnak a WordPress felé is, a Drupal-t nem, de a WordPress felé nyitnak. Amit én tapasztaltam, hogy az újdonságok mindig a Joomla-ba kerülnek be, tehát például ugye ez a Gantry keretrendszert is fejlesztik, meg ugye ebből készítettek egy különálló CMS rendszert, ugye az majd az utánam lévő előadó fogja elmondani, ez a Grav, tehát annyi, hogy leválasztották ezt a Gantry részt, és abból egy különálló CMS-t WordPress-től és Joomla-tól függetlenül létre lett hozva. És nekem az a személyes tapasztalatom, hogy az újdonságok mindig a Joomla-ba kerülnek be, és utána átmegy a WordPress-be. Ugye ami erős még itt az ugye a maga ez a több nyelvű rész, tehát ez az egyik, valószínűleg ez komolyabban meg van oldva, mint a többinél, tehát, és ez még jobban fejlődik, tehát most nem sokára április végén fog kijönni a 3.7-es verzió, ahol maguk a tartalmak között is lehet gyakorlatilag nyelvet váltani, tehát jelenleg úgy néz ki a többnyelvűsítés, hogy aki készít egy többnyelvű weboldalt, azt ugye tudja adminisztrálni a cikkeken belül, ugye le lehet szűrni nyelvekre, és ezeket, tehát Joomla-ban ez úgy néz ki ez a rész, hogy csinálunk egy menüpontot magyarul, csinálunk egyet angolul, és össze tudjuk kötni a menüpontokat, és ezáltal, mivel össze van kötve, így tudunk a menüpontok között is váltani, vagy nyelvet váltani. És ez ami még nagyon erős, ugye, meg az, hogy majdnem 8000 ellenőrzött bővítmény, úgy mondom, hogy aki oda bekerül, az már ellenőrzésre kerül, tehát nincsen ilyen, hogy az valami támadó jelleggel történik, tehát az nagyon szigorúak oda a bekerülési szabályok. És gyakorlatilag aki ezt használja, az egy működő rendszert tud létrehozni, de igazából ez megint csak olyan, hogy ki megszokás kérdése. Ugye aki régóta jomlázik, annak mondjuk furcsa a WordPress, de aki WordPress-ezett, annak meg más-más ugye az ízvilága, tehát gyakorlatilag a két rendszer így, vagy a három rendszer lefedi egymást, inkább csak az, hogy megnézi valaki a három rendszert, és hogy mi a szimpatikusabb neki, tehát ugye, hogy maga a tartalomfelvitel, vagy egyáltalán, hogy az adminisztrációját ez könnyebbnek érzi, és inkább marad ennél a rendszernél, tehát ezt mindenki meg maga... Magyarországon ez mennyire tér el egy világviszonylatban? Hát itthon elég, tehát itthon ez igazából, itthon nagyon erős volt, tehát... kezdeti időszakban ugye a WordPress az, meg a Drupal nem is volt, és akkor most így belegondolva, ugye voltak a szoftverfejlesztésben olyan időszakok, amikor ugye nem volt összhang a fejlesztők között, és akkor történtek olyan késedelmek, ugye mindenki várta az új verziót, és ez az 1.5 és 1.6 között volt, tehát ez egy jó pár éves történet. Ugye, és nem volt egyetértés a fejlesztők között, volt egy ilyen időszak, és akkor ugye nem olyan tempóba fejlődött a rendszer, ugye, amit elvártak volna, a többi rendszer meglógott ilyen szempontból, új szolgáltatások kerültek bele, stb. És ott igazából volt egy ilyen átmenet, hogy utána a WordPress megerősödött, és gyakorlatilag ugye náluk az volt végül is a lényeg, hogy megnézték, hogy mi a többi CMS rendszerben, ami pozitív, és átvették, és gyakorlatilag látszódott, hogy a többi, mintha lefékezné, és ugye ők meg ezt a jól elrajtoltak. De mondom, ez így manapság már nincs ilyen, tehát ugye most megint egységes már évek óta, tehát ez egy 2008-as fiaskó mondhatni, de az úgy néz ki, tehát hogy az elég kritikus volt. Ugye ez ami nagyon probléma volt, hogy sokaknak ugye használták az 1.5-ös verziót, és sok probléma volt abból, ugye, hogy nem frissült a rendszer megfelelően, és sokat törtek fel, és ezáltal lett egy ilyen negatív szájíze a dolognak, és utána elpártoltak gyakorlatilag a rendszertől a felhasználók. Na most ugye ez már biztosítva van azáltal, hogy nagyon ugye a PHP verziók is magasak, tehát nem fognak használni régebbi verziókat, tehát nem is engedik. A másik meg ugye, hogy e-mailes értesítés a frissítésre, ugye ez talán a legfontosabb, mert mindenki csak azt gondolja, hogy na én akkor felteszem a weboldalt, és akkor az ott menni fog éveken át, de ugye ez nem úgy működik, tehát itt mindig az a legfontosabb, hogy aki használ egy ilyen rendszert, annak az a lényeg, hogy napra kész legyen a dolog. És amint megjelenik egy frissítés, én általában azt szoktam javasolni, hogy egy biztonsági mentés
csináljon. Ugye erre is van automatizálás, ez az Akiba Backup, tehát ennek is van fizetős és ingyenes verziója, ez gyakorlatilag annyit csinál, hogy egy darab fájlba lementi az oldal struktúráját és az adatbázist, és ezáltal akár költöztetéshez is jó. Én azt szoktam javasolni, hogy mindig csináljunk a frissítések előtt egy darab ilyen biztonsági mentést, és ha ez megvan, akkor utána nyomjunk rá frissítésekre. Itt ez, igazából itt ennek van egy fizetős verziója, ami akár automatizálni is tudja, tehát be tudjuk állítani, hogy mit tudom én, hetente készítsen egy verziót, és azt mondjuk ments el felhőbe. De úgy mondom, olyan szempontból is jó, hogy valaki ugye nem akar élesben fejleszteni, tehát ugye megveszi a domaint, meg a tárhelyet, és ő inkább azt mondja, hogy saját gépen fogok fejleszteni. Ugye erre vannak ezek a virtualizációs eszközök, ugye ez az EasyPHP, VAMP Server, XAMPP, nem tudom, hogy mindenki, ugye ez is olyan, hogy mindenki, amit szeret, és ugye aki ott megépíti a weblapot, és úgy látja, hogy kész van, akkor ugye ott is csinál gyakorlatilag az Akibával egy biztonsági mentést, és ez is ilyen két kattintásos dolog, tehát ugye csak fel kell másolni azt az egy darab fájlt, ami elkészítünk, meg egy indító fájlt, és körülbelül 5 lépés, és utána már az élesbe is tudja használni. Tehát ezt mindenképp javaslom ennek a bővítőnek a használatát, tehát akár ingyenesen, akár ugye a bővített verzióját, ez nagy segítség szokott lenni általában. És egyébként ugye a CMS rendszerek közül mondjuk melyiket könnyebb adminisztrálni, illetve melyiket könnyebb programozni az MVC modellben? Hát igen, tehát nekem tapasztalatom nagyon nincs a WordPress, nem is tudom, hogy egyáltalán, hogy MVC alapon működnek-e, tehát ennyire nem... Az újabb, a WordPress nem. Aha. A WordPress-t én sem tudom, most már Drupal-t tudom, hogy igen, de így programozásilag ugye az MVC ez nagyon sokat segít, ráadásul vannak olyan automatizáló fejlesztés segítő szoftverek, mondjuk Joomla esetén is, ami mondjuk a keretrendszert megépíti neked, tehát nem kell tudnod teljesen, tehát lehetetlen is szinte, mert ugye elég nagy, de ennek az a komplexitása, hogy gyakorlatilag mit akarsz fejleszteni, tehát ha mondjuk egy szimpla modult akarsz fejleszteni, annak kb. 4 sor, és akkor már mehet is Joomlába, tehát telepíthető. De onnantól kezdve megírod a keretet, ami mondjuk 4 sor, és közte meg olyan PHP-t írsz, amit szeretnél. Mondjuk... Ez modul, ezt hívják modulnak. Na most, ha egy picit magasabb vizekre vezünk, az a komponens, ott annyiban tér el a modultól, hogy ott például tudod használni a beépített szolgáltatásokat, tehát például az összes Joomla által biztosított funkciót, tehát például tudsz felhasználókezelést meghívni, tartalomkezelést, tehát ugye ilyen cikk mintájára, akkor ugye maga a frissítőrendszer, tehát ezeket a beépített funkciókat ugye nem kell neked megírnod külön, hanem használhatod magát a Joomlájét, és gyakorlatilag ezeket csak meg kell hívnod, tehát ennyiben másabb a komponens fejlesztése, ugye ott sokkal magasabb komplexitású programokat vagy szoftvereket lehet készíteni, de ha mondjuk csak egy nagyon egyszerű dolgot akarsz, akkor én mindenképp a modult javaslom, mert tényleg ott csak egy minimális keret van, és egyébként azt is meg lehet csinálni, hogy ugye a bővítmények részben, de már nagyon kifutottunk az időből, tehát hogy a bővítmények részben olyan is van, hogy nem írod meg a telepítő részt, vagy nem is telepíted fel, hanem van olyan funkciója, ez a felfedezés, tehát gyakorlatilag ha csak bemásolod, akkor már hozzá tudja integrálni a rendszerhez. Tehát ennyiben is tud még segíteni. Van-e még esetleg kérdés? Jó, ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.